Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogyan szoktam készíteni házi vegetát. Vagyis igazából ez egy zöldség alaplé, amit leszoktam fagyasztani, és ezzel szoktam ízesíteni a vegeta helyett a leveseket, a bármit, amiben használnál vegetát végül is. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű recept, de nagyon ízletes. Meg nem mondanád, hogy nincs benne semmilyen ételízesítő. Ehhez a recepthez szinte mindent össze tudsz szedni a kertedből, ha van, de persze, hogyha nincs kerted, akkor a boltban is minden kapható, nagyon egyszerű. Lássuk, hogy mit szedtem ma hozzá a kertből. Van itt répa, ezek ilyen színes répák, és pont a fehéreket sikerült kihúznom. Zeller szár és a zöldje, minden mehet bele. Petrezselyem, fokhagyma és hagyma. Ezek meg most csak a simán a kertből összeszedett dolgok. Ezenken kívül pedig jön bele még majd szárított gomba, de sima gombát is tehetünk bele, illetve fűszerek. Majd mindent megmutatok a főzés közben. Egyébként a receptet majd megtalálod a videó alatti leírásban, illetve a weboldalunkon. Remélem neked is ízleni fog majd ez a zöldséges alaplé. Csapjunk is bele! Először jól mossuk meg a hozzávalókat. Majd nagyjából szeleteljünk fel mindent, nagyobb darabokra bőven elég. Mivel majd a végén úgyis letorúkszolunk minden. Öntsük fel a zöldségeket 2 liter vízzel. Adjunk hozzá borsot és egy fűszerkeveréket, amit majd a recept leírásban megtaláltok, hogy micsoda. Majd nagy lángon tegyük fel főni a zöldségeket, és a fedővel félig takarjuk le őket. Amikor teljesen felforrt, vegyük le a gázt takarékra. Főzzük takarékon 1-1,5 órát. Amikor lekapcsoltuk a gázt, akkor adjuk hozzá a mizópasztát, hogyha használunk. Majd jól keverjük el benne. Hagyjuk nagyjából kihűlni, majd mindent tegyünk bele egy turmixgépbe, és jól pépesítsük le az egészet. Töltsük őket jól megtisztított üvegekbe, és ezután mehetnek a fagyasztóba, vagy a hűtőben is elállnak 5-7 napig. Tájék egészségetekre, remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok!